24 borrend képviselője menetel díszbe öltözve, címerével a kezében a pannonhalmi apátsághoz. Ismét eltelt egy év, ami azt jelenti, hogy újabb borlovagokat avat fel a pannonhalmi Szent Márton borrend, ezt pedig a hagyományokhoz híven a résztvevők közösen ünnepelték meg. Az ünnepi szertartást Ambrus atya celebrálta, aki szólt arról, hogy milyen fontos az emberek számára az ünneplés, az ilyen alkalmakkor ugyanis mindenki kiszakadhat a hétköznapokból, a lélek pedig, hogyha csak egy rövid időre is, de felemelkedik. A borlovagok avatása erre kitűnő alkalom hangzott el az ünnepségen, ahol eskütételt követően 4 új taggal bővült a Szent Márton borrend. A pannonhalmi Szent Márton borrend lovakhölgyévé fogadlak. Egy borlovag legfontosabb feladata, hogy terjessze borvidéke hírét bármerre is jár a világban, illetve hogy felhívja a figyelmet, a kultúrát, minőségi borfogyasztásra. Nekem ez nagyon fontos, ugyanis a családom már a pannonhalmi Szent Márton borrend alapítása óta tag, illetve édesapám nagymester is volt, azóta már édesanyám is tag lett, most én is tag lehetek, ennek nagyon örülök, illetve ha minden jól megy, akkor az öcsém is jövőre tag lesz, és akkor így az egész családunk részt vesz ebben az egészben. A legfőbb feladatom, hogy a pannonhalmi apátság borait népszerűsítsem akár itthon, akár külföldi területeken. Jelenleg Magyarország egyik legnagyobb kereskedelmi hálózatánál vezető értékesítőként dolgozom, és ezt az alkalmat megragadva igyekszem én is a pannonhalmi borvidék borait népszerűsíteni. A pannonhalmi Szent Márton borlovagrend lassan 10 éve oszlopos tagja már a Magyarországi Borrendek Országos Szövetségének. Itt Pannonhalmán egy nagyon komoly, kiemelkedő marketinget tud folytatni a szőlő és a bor érdekében, és természetesen kulturált borfogyasztásban, ami végül is a cél. És én úgy gondolom, hogy a mai avatás is azt tanúsítja, hogy 4 új borlovagot avattunk, és többek közt én jó magam is a tiszteletbeli tagja vagyok, és büszke is vagyok a borlovagrendre, a borlovagrend munkájára. A magyar borok messze földön híresek, az alapanyagon pedig nagyon sok múlik, mondják a szakemberek. A bor életpályája már a szőlőnél kezdődik, és az egészséges, jó minőségű alapanyagból fog tudni egy borász kiváló borokat készíteni. Ezért nagyon fontos, hogy már a szőlő egész élettartama alatt odafigyeljünk az egészséges termésre, és megtegyünk mindent annak érdekében, hogy jó minőségű, egészséges szőlőt termeljünk. Az első borlovagrend Magyarországon 40 évvel ezelőtt alakult, azóta pedig mára már 48 rend tevékenykedik az országban. A Szent Márton borlovagrend rendezvényén körülbelül 120-an ünnepeltek együtt.